Koló zenekar neve akár már többek számára ismerősen csenket, hiszen Székesfehérváron és az ország minden táján a hazai táncházak meghatározó tagjai. A Tököli Rász településről származó délszláv zenét játszó zenekar hétfőn délután a Szent István művelődési házban kápráztatta el a balkán kultúra szerelmeseit. Pest megyében a Rász települések mondjuk ugye Érdet, Tökölt, és akkor még ide sorolandó Fejér megyében Ercsi, egyébként a többi Pest megyei település az a szerb települések, és Szentendrétől le Lórévig, azok szerb települések, minden a szerb templom, szerb vallás, pravoszláv vallás. Tehát Tökölön a vallás katolikus, és a zene szeretete is, meg a zene, ez a délszláv kultúra, néptánc, népzene, innen Tökölről ered a több száz éves hagyományból, és Tökölön mindig voltak tamburazenekarok, olykor kettő is. Volt egy nagy létszámú Rácz férfi kórus, és származásilag is javarészt ugye a zöme, aki félig ki, háromnegyed részben úgymond Rácz, tehát délszláv olykor Rácz származású. A zenekar a balkán népekre jellemző körtáncról kapta a nevét. Az együttes tagjai kivétel nélkül kisgyermekkoruk óta játszanak hangszeren, mint a Koló vezetője mondja, ebben a kultúrában nőttek fel, és azóta is elhivatott fenntartója a szerb, horvát és szlovén népzenéknek, néptáncoknak. Ezt kaptuk, mi nagyon, nagyon fiatalon csöppentünk bele, néptáncos, 5,5 éves koromban játszom zenélek, és hallgatva Tököli tamburazenekarokat engem nagyon megfogott, és ahogy édesapám mesélte, hogy rögtön látom egy lakodalmi mehetett elmenni a tamburazenekart a házunk előtt, akkor beszaladtam a kis harmonikámat, és addig játszottam, addig próbáltam, amíg ki nem játszottam a dallamot, és hát innen van ez az indítatás. Az esemény első részében a résztvevők megismerkedhettek a délszláv népekre jellemző hangszerekkel, majd egy jó hangulatú táncházzal zárult a rendezvény.